beképzelt interjú Sándor bácsival. Kedves olvasóink, itt ülünk Rózsa Sándorral, a Betyár mozgalom régi, megbecsült harcosával, másként a Betyárok csillagával, a Szamosújvári Jellemgyaluló Intézet, durvaszóval fegyház, időtlen udvarán, és én mostantól őzni fogok, mert Rózsa Sándor szegedi lévén csak ezt a szép szögedi beszédet érti. Söndör bőcső, hát hogy is volt ez az ögősz? Már úgy értem, hogy kezdődött. Mi hogy kezdődött, fiacskám? Hát a betyárkodás. Nos, a radai rossz sem akart betyár lenni, már elnézést kérek. De hát ilyen volt a Zeitgeist. Vous savez mon ami? Ugye ősöregapámat, Rózsa Dániel főbírót, mint boszorkányt megégette a város. Better to say, az ellenségei a torony alján. Ennyit a magyar felvilágosodásról, fucking shit. Hon tanulta ezeket a nyelveket? Mindig is könyves ember voltam. Kufsteinban börtönkönyvtáros lettem. És kegyed, miért beszél ilyen gyalázatosan szegediül? Az igaz, hogy Kent találkozott magával a királlyal is? Igaz hát? Én mentettem meg az életét, mikor félegyháza közelében elszabadult Ménes, majdnem elsodort a Hintóstól együtt, you know. Hey! Ha az én uram királyom a lelkembe látott volna, levette volna a fejemről az átkot. De Kent volt az is, aki mögállította a vonatot ugyanitt. A szemébe mondom, ha mögorról is Kent érte. Pardonnez, monsieur. Ez csak a konkurencia terjesztette róla. A két Jóska. A Sobri, meg a Savanyú. A fejlődés, meg a vonat megállíthatatlan. Ezt mindenki tudja, aki lát. A betyár, hogy már az uraságod által használt szóval éljek, nem zsivány, nem haramia, mint a Jóskák, hanem olyan ember, akit nem várnak otthon vetett ágyjal. Nem akartam katona lenni, ezért lettem bújdosó szegény legény. Szent Kozma és Szent Damján is lelkiismereti okokból lettek szolgálat megtagadók. Ezért is végezték ki őket? Merde! Hát mi akart Kent lenni? Perzekútor, vagyis zsandár. Pusztai rendőr, you understand? Na és? So what? Hát létszámleépítés volt éppen. Én meg találkoztam egy pejcsikóval. És akkor? És akkor arra ébredek a Tisza partján, hogy körbevesznek a pusztázók, és azt kérdezik, mi a nevem, hol az utazó levelem, kettőt mindjárt agyonlőttem, ez az utazó levelem, ez az utazó levelem. Egy bűn minden, kettő az semmi. Honnan tudja az úr? Csak nem a Pester Lloyd munkatársa, mert azok ilyen szabad elvűek. Szóval, mikor börtönkönyvtáros lettem Kufsteinben, ott olvastam Ralph Waldo Emersonban, hogy ha az ember bűnt követel, a föld mindjárt átlátszó lesz körüle, mint az üveg. What the hell? Pedig a bűn és a bűnhődés ugyanabból a magból kell ki. Nekem csak elhiheti. De hisz Kent sose vőtte semmit a szegényöktől, csak a gazdagokat sarcolta. Hát már bocsánatot kérek a szegényektől, mi a fészkes fenét vehettem volna a mást az életükön kívül. De a legenda, hát a söndör bőcső legendája. Listen man, mondok én magának valamit. Jesse James, kortársam és szaktársam is csak a valóságban lőtt le gyerekeket, a legendába soha. Vagy beszéljek Wild Bill Hickokról, akit a kártya szenvedélye vitt a sírba. Elkártyázta mindenit. Not at all. Póker közben hátulról lelőtték, you see? Kentöt persze nem fogja a golyó, mert burokba született. De már megbocsásson Kent, hogy esett mégis fogságba? A hitem miatt. Vallási okokból? Netán Isten tisztelet közbe? Egy frászt. Bocs, a csúnya szóért. Elhittem Rádai Gedeonnak, hogy ő majd csendbiztos csinál belőlem. Magam mentem a szegedi várba. És nem volt ennek valami politikai hátulütője? Elnézést egy pillanatra, de a vevőkkel is törődnöm kell. Meine Damen und Herren, kommen Sie, sehen Sie, kaufen Sie bitte,
Kleines ungarisches Geschenk, nur 1000 forint. Ladies and gentlemen, Hungarian handicraft at the lowest price in prison. Már a vevők se a régiek. Sajsze. Bezzeg Kufsteinben. Bármit faragtam, vitték, mint a cukrot. Talán, ha kijönnek az emlékirataim. Talán. A Gallimard és a Simon & Schuster verekszik érte. De hogy bízzak én meg egy kiadóban, amelyiknek cipész a neve? Elkalandoztam. Mit kérdezett uraságod a politikáról? Hát ugye azt mindenki tudja, hogy Kend a szabadságharc alatt Kossuth, vagyis Damjanics alatt szolgált a szabad csapatával. Nos, éppen a Jókai úr, jeles írótársam hozta az amnestiáról szóló levelet, amikor elhajtottam egyik tábornokunk uradalmából a juhokat. A katonának ennie kell. És hogy lett Kend a népművészet mestere? Unatkoztam. Ennyi. Mellesleg a népi iparművészet és nem a népművészet mestere vagyok, de ezek a labancok a nevemet se tudják leírni rendesen. Rósza, ez az én márka nevem. És egy karikás ostor a logó. Szép üdőt élt Mökkend, az már szönt, mi a hosszú élet titka? Wellness, fitness, happiness, egyszerre, mert nehogy már ló ülje meg a betyárt. Én pacifista voltam egész életemben. Loptam lovat, lopok is, ha felakasztanak is. De hát a hosszú élet titka, söndör bölcső. Tudod, fiacskám, a remény hal meg utoljára. Előtte a szeretet, azelőtt meg a hit. This is a number one hit, if you know what I mean. Vigyázz magadra, mert ha meghalsz, életed egy fontos része megy veszendőbe. Ez még végszónak is jól lenne. De mit izen söndör bölcső a mi olvasóinknak? Csak semmi pánik. A lóf, akarom mondani, a lókolbásznak is vége van egyszer. Van valami kévánsága. Egy kis Flying Dutchman hollandus duhány. Nem keverve fűvel. Tisztán. You got it?